Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Goddank Tibor, szép jó reggelt kívánok! Hamarosan a könyvesboltok polcain is lehet kapni, megmutatom a kamerának. Kiírtuk azt hiszem, hogy termékmegjelenítés is, egy szenzációs könyvet. A magyar zsidó építőművészek öröksége Lajtán, innen Lajtán túl. Mi készítette erre a nagyműre? Hát én alapvetően építésznek készültem, és kezembe akadt egy remek könyv, Gelle János és Makovec Imre könyve még 30 évvel ezelőtt, és ez a magyar századforduló építészetéről szólt, és olyan építészeket találtam benne, akik korábban nem voltak feldolgozva, és tulajdonképpen ez egy 30 éves álom, hogy ezt a művet tovább vigyem, és kifejezetten a magyar zsidó építészekről írjak egy szép könyvet. De akkor nagyon jó a cím, hogy Lajtán innen, Lajtán túl, hisz a magyar zsidó építőművészek öröksége a történelmi Magyarországon található meg, nem csak itt a fővárosban, igen, vagy a kisebb falvakban. Mennyire zsidó foglalkozás volt az építészettség, tehát építészmérnöknek lenni? Ha úgy fogalmazunk, hogy zsidó, akkor talán ez nem is pontos így, hiszen azok az építészek, akik ebben a könyvben is szerepelnek, ők a nemzetközi trendeket követték. Ugye azokat a fizikai, mechanikai, statikai dolgokat tanulták, mint a többiek. 1867-től indul ez a történet, amikor egyáltalán lehetőségük volt megmutatni magukat. Általában német származású mestereknél tanultak, Ibl-nél, Steindl-nél, Hausmann-nál. Aztán önállósodtak, külföldre mentek, tanulmányutakat végeztek, és dolgoztak. Közben a nézőknek megmutattunk pár képet. Itt például az ortodox zsinagógának a falait látjuk. Az építészet szakmában mennyire voltak ezek a magyar zsidó építészek kiválóak? Mennyivel teljesítették túl a nemzetközieket? Hát ahogy a címből is kiderül, mert a cím az több értelmű, tehát a Lajtán innen, Lajtán túl, Lajta Bélára is vonatkozik, akit érdemes kiemelni, ugyanis ő tényleg nemzetközi szinten is egy fantasztikus építész volt. Szakemberek, művészettörténészek egyetértenek abban, hogy Lechner és Ibl szintjén állt. Tehát ez ő egyik központi szereplője ennek a műnek. A másik vonal ez a Lechner követők. Lechner ödön, aki német származású volt, az ő követői között rendkívül sok a zsidó származású építész. Ez a magyar szecesszió, nemzeti szecesszió vonala. Komor... Még sírboltokat is tervezett. Igen, tehát abban az időben ez... Ha kimegyünk a Salgótarján úti zsidó temetőbe, akkor építészeti csodákat látunk. Pontosan, Lajta Bélánál is ezt találjuk. Ugye ez más kérdés, hogy sokszor azért terveztek csak sírboltokat, mert nem kaptak igazából nagy megrendeléseket, de abban az időben valóban a legnagyobb építészek a temetőművészetben is kiválóak voltak. Ha azt mondom magának, hogy mondjon nekem 10 kiemelt épületet a székes fővárosban, amit zsidó építészek építettek, terveztek, mi a leghíresebb 10 épülete a kedvencei közül? Nehéz, de próbálok összerakni 10-et. Gellért szálló, Gresham szálló, igen, ahol a borítón is van, igen. Gresham szálló, itt a Dohány utcában nem messze, a Hungária fürdő, akkor ami pár éve szállodában van. Igen. A Kossuth téren a Vellis palota, ami most úgy tudom, hogy igazságügyi minisztérium, akkor a Szent István parkban a legszebb modernista ház, a Duna Park ház. Egy egész házsor. Tehát a könyvben egyébként megtalálhatók azok az utcák is, ahol
cím szerint felsorolva, ahol megtaláljunk a magyar zsidó építészeknek a műveit, rengeteg van. Tehát, egy ilyen könyvet, ami félig lexikon, félig helytörténet, félig szakma, kiknek ajánl ön? Széles közönségnek ajánlom. Egyrészt úgy gondolom, hogy ez egy zsidó művelődés történeti könyv, másrészt egy építészet történeti könyv, egy magyar építészet történet tulajdonképpen, hiszen tulajdonképpen 100 évet ölel át, és végül is a historizmustól egészen a modernig átfogja a magyar építészet történetet. És hát ugye egyben magyar sorstörténet. Igen, de most valami dehonestálót mondok. Nekem úgy tűnik, a könyv szenzációs. A tartalma hiánypótló. A borítója szenzációs. A 9800 forint elérhető, érthető. De a könyv technikája, tehát minthogyha a szocializmus éveit idéznénk, mennyivel más lenne, hogyha ez egy kicsit jobb papíron lenne, vagy akkor nehezebb lenne, vagy drágább lett volna? Mindenképpen drágább hogyha lenne, a képek arányai nagyobbak lennének, vagy ezt inkább ilyen lexikon, direkt így akarta, hogy így legyen. Az tudatos, hogy fekete-fehérek a képek. Na ez itt a kérdés, hiszen ezek hatalmas, az épületek nem fekete-fehérek. Tehát azt akartam hangsúlyozni, hogy ez egy múltból származó, archaizáló könyv. Ha jobb lenne a papír. Ugyanezek az épületek. Igen. Ha az osztrák fővárosba találnánk őket, értem én, hogy miért akarta azt, hogy fekete-fehér legyen, mennyivel lennének más állapotban, mint vannak? És akkor itt már a következő kérdés, hogy és akkor milyen állapotban vannak ezek a még álló épületek? Igen, ez jó kérdés. Tehát... Köszönöm. Azért erre gyúrok, hogy jó kérdéseket tegyek fel. Azért van annyi régi kép benne, mert ugye hát a mai állapotuk eléggé siralmas többségnek, vagy egyáltalán nincs is meg. Tehát ha egy bécsi könyvet akartunk volna ebből csinálni, akkor ott színes is lett volna, igen, és valószínűleg akkor találtunk volna több támogatót is, és akkor egy esetleg drágább könyvet is tudtam volna, vastagabbat is létrehozni. Ha valaki ezzel a könyvvel elindul, mondjuk annak nehéz, tehát ki kell jegyzetelni otthon, milyen túrát ajánlana a fővárosba, hogy kinek a munkáit nézze meg? Az előbb az volt a kérdés, hogy melyik a 10 kedvenc épülete. Melyik az, amit hasonlót sem látunk például Európában? Hát ugye a szecesszió az teljesen egyedi. Tehát például ha elmegyünk a Városligeti fasoron, akkor ott gyönyörű villákat találunk. De ha modernizmust nézzük, akkor menjünk be a Napraforgó utcába Pasaréten. Az is egy csodálatos, másfajta stílusú villasor. De mehetünk itt a 7. kerületben, Dohány ezek, utcában. Ezek a villák, amik kisebb villák, mennyire vannak jobb állapotban, mint a nagyobb épületek? Nagyon változó, nagyon változó. Tulajdonostól függ. Tehát most például a Körösi villát felújított egy cég, az gyönyörű, de mellette pár villa már egyáltalán nem ilyen. Mennyire kötelezhetők a lakók a város részéről, hogy karban tartsák ezeket a történelmi épületeket? Így konkrétan nem tudok erre információt mondani. Nyilván ez egyfajta kulturális igény is minden oldalról. Tehát az építész palánták tudják-e, hogy milyen kincsek találhatók Magyarországon? Aki szeretne jobban belemászni a témába, az igen, de úgy gondolom, hogy ez az építészeti egyetemeken felsőoktatásban nem kulcs téma, ezért is született ez a mű, hogy ezt az ismeretet tágítsa. Ha az ember lapozgatja ezt a könyvet, talál egy érdekes épületet benne, és el akar menni, akkor vajon a könyvtárakba, a Széchenyi könyvtárban megtalálja, vagy ahol őrzik ezeknek az alaprajzait? A levéltárban meg lehet találni, igen. Egyébként igyekeztem minden fontos információt beírni az adott fontos épületekről. Tervező leírása az épületnek, története, kiéltott sztorik. Tehát próbáltam egy olvasmányos adattárat átadni. Tibor, mondja meg nekem, kik voltak azok, akik segítették a munkáját, hisz ez túl nagy mű ahhoz, hogy mindezt egyedül. Hát először is a források, ami gyakorlatilag könyvtár, internet, legjobb, legautentikusabb kiadványok,
külön kiemelném Sali Noémi, Tétényi Éva, Körnik Tamás segítségét, Ferkai András segítségét, szakmai segítségét, Bolla Zoltánt, rengeteg forrást, anyagot használtunk. Ennek a könyvnek az írása kb. 10 évbe tellett, amíg könyv lett belőle. Tehát ez egy hosszú történet. Műve? Építészet történetben igen. Más irányú könyveket már írtam. Épületeket is tervez? Nem. A könyv gyönyörű. Kiknek ajánlja ezt a könyvet? Ime hamarosan ránk köszöntek a Hanuka fényei, vagy itt van a karácsony. Jó ajándék ez Hanukára, vagy karácsonyra? Igen, azt hiszem, hogy ez egy szép ajándék, és akár más ünnepre is. Azt mondja még el nekem, hogy hány példányban jelent meg. Látjuk, hogy az előszót, illetve a fület a Mazsihisz elnöke Heizer András írta, hisz ők is támogatták a lehetőségeikhez képest. Ha jól tudom, akkor a Mazsök is támogatta. Igen. Tehát mindenki, aki tehetett valamit, az tett érte. Erzsébetváros önkormányzata is támogatta. A K&K kiadó ügyvezetője, van itt minden. Hány példányban jelent meg? Így első kiadás a 800 példány. Már a könyvesboltokban van egyébként a könyv, és információm szerint jól fogy. Tehát én úgy gondolom, hogy több kiadása lesz még. Várható-e, hogy azoknak, akik nem bírják a magyar nyelvet, angolul, németül, héberül, egy egyéb nyelveken megjelenjen? Igen, ez a cél. Igen. És akkor még nem tudom, szeretném azt még hozzátenni, hogy jövő pénteken lesz egy könyvbemutató a Fúgában. Hány órakor? A Fúgában a Budapesti Építészeti Központban, Petőfi Sándor utca 5 és 5 órakor. És a sajtótájékoztatón, a bemutatón valami kedvezménnyel tudják megvenni a könyvet? Úgy tudom, igen. Igen. Vagy csak ott dedikál. Akkor az elmúlt percekben megpróbáltam önöknek bemutatni Goddang Tibort, aki egy ragyogó összefoglaló művel jelentkezett, a magyar zsidó építőművészek örökségével, Lajtán innen, Lajtán túl. Viszont várjuk őt majd a 7 órás vendégbe, ahol megnézzük majd, hogy hol született, és hol is szerezte az épületek utáni vágyát és csodálatát. Eddig tartott a Pirkadat politikai magazin műsorunk ma reggel. Velem 7 órakor a 7 órás vendégbe találkoznak. Addig is jó tévézést, jön a Zsidó Szabad Egyetem, jönnek a híradók. Tudják, a nap 24 órájában itt vagyunk, hogy önök ne legyenek egyedül, továbbra is szeressenek minket, támogassanak minket. Na, pénzt még nem kérünk, csak azt, hogy keltsék jó hírünket, és figyeljék műsorainkat. Köszönöm, hogy minket választottak, és akkor most következik a Mindentől Független híradók. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.